Megkezdődött a Medinán települő radarszázadnál korábban használt antennatornyok bontása, mivel a tornyok és a rajtuk lévő technikai eszközök feladatrendszerét nemrégiben kiváltotta az újonnan üzembe helyezett 3D-s NATO radarállomás. A feleslegessé vált tornyok elbontását a Honvédelmi Minisztérium egyik vállalata, a HAM Armcom ZRT végzi. Mai napon a medinai megszint mikrohullámú állomás antennáit bontjuk. Ez kettő darab rácsos szerkezetű antenna, valamint ehhez kapcsolódóan acélcső antenna három darabnak a bontása fog megtörténni. Ezt a bontást mi Alpin technológiával hajtjuk végre, ami azt jelenti, ugye, hogy alpinisták és daru igénybevételével. Az alpinisták a darul emelő szerkezetét rögzítik, a szelemeneket rögzítő csavarokat megoldják. A daru, ugye láttuk az előbb is, amennyiben vették akkor, hogy leemeli ezt a szelemeneket, és ennek megfelelően három részben lebontjuk ezt az antennát. A magasabbik, csak nem 39 méter magas torony bontási munkálatait egy 50 tonnás teherbírású autódarú is segítette. Az antennatornyok lebontott elemeit a Magyar Honvédség Gödöllői és Kalocsai raktárába szállítják, mégpedig olyan állapotban, hogy ha szükség lenne rájuk, akkor bármikor újra üzembe helyezhetők és használhatók maradnak. Korábban ezek az antennák a Magyar Honvédség mikrohullámú hálózatának az elemét képezték. Na most ezzel a radar torony kiépítésével, az új kiépítésével átkerültek ezek a funkciók erre a toronyra, ezek az antennák fölöslegessé váltak. Kisebbik, 32 méter magas torony bontását a napokban végzik el a cég szakemberei.